Köszöntöm nézőinket! Önök a Tamási Táj című műsorunkat látják. Közel 10 hónapnyi munka összegzése hangzott el a Tamási rendőrkapitányságon, azon a fórumon, amit az előző évek hagyományaihoz híven idén is megtartottak. A közbiztonsági, bűnügyi, közlekedésbiztonsági helyzettel szembesülhettek a rendőrséggel együttműködő szervezetek képviselői. A délelőtt folyamán taglalt napirendi pontok között szerepelt a Tamási járás kábítószerügyi egyeztető fórumának beszámolója is. A Tamási járás közbiztonsági és bűnügyi helyzetét értékelte a rendőrkapitányság vezetője Kuti István, aki a megjelenteknek elmondta, hogy területileg a legnagyobb járás tartozik a felügyeletük alá, ahol 44 egyenruhás felel a közbiztonságért. Vannak partnerek, vannak szövetségesek, akikkel együtt tudjuk a közrendet, közbiztonságot, a bűnözést csinálni, hiszen mindenkinek felelőssége van ebben a szövedékben, hogy hogyan dolgozzunk. Az állandó létszámmozgásokat is figyelembe véve, jó szolgáltszervezéssel a 24 órás lefedettség az alap kritérium, tehát át tudjuk látni, át tudjuk utazni, és tudjuk kezelni az ott jelentkező problémákat. Olyan dolog még nem volt, hogy nem, vagy jelentős késedelemmel ért ki a rendőr. A kapitány statisztikai számadatokkal szemléltette a változásokat. A balesetek tekintetében szomorú, hogy duplájára emelkedett az előző évekhez képest ez a szám. Idén már 60 sérüléses balesetnél jártak el a Tamási rendőrkapitányság munkatársai. Két évet hasonlítottam össze a tavalyit, hiszen ha ezt a fórumrendszerről beszélünk, a tavalyi évben is kellett volna, csak a Covid, a járványhelyzet egy kicsit átalakított, úgy gondoltam, hogy erről is kell beszélni, de a statisztika az elsősorban a munkát szervező vezetőknek fontos. A megélt statisztika az egy sérülés, az egy betörés, az meg az egyénnek fontos. Tehát azért furcsa a statisztikáról beszélni, mert nekünk az egy sorvezető, az nekünk a munkaszervezés alapja és záloga, viszont kifelére, hogy hol mennyi bűncselekményt követtek el, vagy egyéb jellegű jogsértés, az a szolgáltszervezésben játszik komoly szerepet, és hogyha ezzel jóssá fárkodunk, akkor az állampolgárok többsége, a tisztességes állampolgárok többsége megelégedett lesz. Vannak olyan részei a járásnak, ahol a települések elszigeteltsége miatt nagyobb jelenlét indokolt, ehhez pedig a polgárőrség nagy segítséget nyújt az egyenruhásoknak. Főleg a perifériás területek, ahol mondjuk nem a főközlekedési utak mellett vannak, egyébként hozzáteszem, a főközlekedési út a 61 és 65, ha kívül jövök, magában feltételezni azt, hogy az átutazó bűnözőknek a terepe, hál' Isten, hogy lekapogjam, ez eddig nem volt jellemző, viszont a külterületek, és akkor mondhatnám a Értényt, Felsőnyéket, Ozorát, Fürgedet, esetleg Párit, ami csak földrajzileg mondom, hogy külterület, egyébként minden ott élőnek a világ közepe, ott egy kicsit más hangsúlyt kellene tennünk, tehát nagyobb odafigyeléssel kell nekünk is lenni, de hát ezt egyedül nem fogjuk tudni megoldani, kértem továbbra is szövetségesül a polgárőrség. Azok a területeken aktívabbak a polgárőrök, ahol ha nem is biztos, hogy a 24 órás rendőri lefedettség igaz, csak nincs állandó jellegű rendőri jelenlét, független attól, hogy van közveti megbízott vagy sincs, hiszen az magánember is, tehát is egyéb szolgálati feladatok, ott a polgárőrségek napi jelenléte nélkülözhetetlen. A kábítószerrel kapcsolatos problémák is előkerültek a Tamásiban rendezett közbiztonsági és bűnügyi fórumon, ahol a rendőrkapitányság vezetője rámutatott, hogy az eljárás alávont járművezetők 10%-a áll valamilyen szer hatása alatt. Semmivel nem rosszabb statisztikai oldalról a kábítószerrel való fertőzöttség, mint az ország más részén, viszont szerintem túlságosan is jelen van ebben a járásban és más járásokban is, mert nem az egyén oldalát kell nézni a fogyasztót. Én is, itt is erről beszéltem, és a kollégáknak is azt mondom, a fogyasztó ez elsősorban saját magát, vagy közvetlenül teszi tönkre, viszont nem megengedhető az, hogy ehhez a bódítószerhez nyúljanak, de a következő lépcsőfok meg elsődlegesen, aki ezt teríti és terjeszti, forgalmazza, nekünk ott van területünk, és ezért fontos ez a jelzőrendszer, ezért fontos, hogy tavaly előtt óta már megszületett a gondolata Tamási városi vezetőkben, kábítószer egyeztető fórumot hozzanak létre. 2019. februárjában döntött Tamási város önkormányzati képviselőtestülete a kábítószerügyi egyeztető fórum létrehozásáról, tudtuk meg az aljegyzőtől. Teret biztosít a
kezelés ellátás, a keresletcsökkentés és a kínálatcsökkentés területén működő helyi és járási szervezeteknek, intézményeknek és hatóságoknak, hogy erről a problémáról beszélgessenek, ezzel a problémával foglalkozzanak. Negyed évente tartjuk üléseinket, melyen részben ezek az érintett szervezetek beszámoltak az elmúlt két évben a működési területükön érzékelt tapasztalatokról, illetve előadókat szoktunk meghívni, mely előadók iránymutatásukkal és gondolatébresztéssel segítik a tagszervezeteink munkáját és szervezetünk munkáját. 2020-21-es évben az Emberi Erőforrások Minisztériumától pályázati forrás nyert el a szervezet, amely forrásból elindulhatott a helyi egészségfejlesztés és drogstratégia előkészítése. Ennek érdekében egy munkacsoport alakult ez év májusában, mely munkacsoport egy 16 éves diákok körében elvégzendő jelenléti kérdőív felvételével és ennek feldolgozásával szeretné megalapozni a stratégiát. Folyamatban van egy online lakossági kérdőív megalkotása, majd ennek ugye közététele és feldolgozása. Továbbá a már említett kezelésellátás, keresletcsökkentés és intézmény és kínálatcsökkentés területén működő szervezetek megkeresése az elmúlt évek adatainak a begyűjtése és feldolgozása érdekében. A Tamási járás kábítószerügyi egyeztető fórum jelenlegi feladata a drog probléma nagyságának feltárása. Céljuk, hogy a 2022-es év végére a képviselő testület elé terjesszék a helyi egészségfejlesztési és drogstratégiát. A biztonságunkról gondoskodó szervek beszámolója után pedig már is jön egy jó gyakorlat. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége hirdetett pályázatot, melynek célja a legjobb önkormányzati gyakorlat feltérképezése és megismertetése az ország más önkormányzataival, esetleg a nemzetközi szakmai közélettel is. Tamási város önkormányzata a legjobb önkormányzati gyakorlatok programja az idősellátás területén címmel benyújtott pályázatával bekerült az országos döntőbe. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 2008-tól írja ki a példát adó gyakorlatok pályázatát, melyre Tamási város önkormányzata is benyújtott egy anyagot, ismertette a polgármester. Több területen lehet pályázni. Mi idejében úgy gondoltunk, hogy az idősellátás területére kiírt programra pályázunk, és ennek a programnak a lényege pedig az volt, hogy idősellátás a pandémia területén, és ezt követően, és ennek a gyakorlati tapasztalataival lehetett benyújtani egy pályázati programot. Mi ezzel próbálkoztunk, és úgy látszik, hogy sikeresen, mert országos szinten a pályázók közül a legjobb hat közé kerültünk. Én mondtuk, hogy itt a pandémia időszakában egy nagyon sikeres modellt építettünk fel, és ezt a modellt bármikor előhozhatjuk a fiókból, nem is a fióknak írtuk, hanem igyekeztünk egy olyan stratégiát kidolgozni, ami bármi veszélyhelyzet idején hasznosítható. Természetesen, mivel időserátásról van szó, az idősekre, konkrétan 65 éven felüliekre koncentráltunk. A Tamási Szociális Központra nézve a pandémiás időszaknak több pozitív hozadéka is volt. Sokan nem tudták, hogy milyen feladatokat is lát el a szervezet, de ez az időszak rávilágított, hogy milyen területeken fordulhatnak hozzájuk segítségért. A szociális étkezést igénybe vevők száma például a duplájára emelkedett. A pandémiás időszak alatt született egy feladatellátási megállapodás az önkormányzat és a szociális központ között, mely arról szólt, hogy milyen segítséget tudnak nyújtani a zömében 65 év feletti tamásiaknak, tudtuk meg az intézményvezetőtől. Az önkormányzat segítségével egy viszonylag nagy kutatás indult, ugyanis megkerestük az összes 65 év feletti személyt Tamásiban, indirekt, illetve direkt módon, de a lényeg az, hogy mindenkiről tudtuk azt, hogy van családja, van segítsége, illetve azt is, hogyha nem. Ez körülbelül, de nem is körülbelül, mert igazából pontos számot tudok mondani, ez 1675-65 év feletti időst jelentett, és ebben ugye nagy segítségre voltak az önkormányzat önkéntesei, akik segítettek a kapcsolatfelvételben. A megkeresések alkalmával 115 ember jelezte, hogy segítségre szorulnak majd. Nagyon gyorsan létre kellett hoznunk egy csapatot, illetve több csapatot,
akik ezt a 115 embert el tudják látni, illetve a különböző segítséggel kapcsolatos igényüket ki tudják majd elégíteni. Ráadásul még nekem arra is gondolnom kellett, hogy a 115 emberen felül, ugye ott van még egy hatalmas ellátotti létszámunk is, akik szintén az otthonukban maradtak, és rajtuk is valamilyen módon segítenünk kellett. Megalakultak csapatok, voltak önkéntesek, voltak a Tamás és környéke szociális központ dolgozói közül is több munkavállaló, aki segített abban, hogy gyakorlatilag a bevásárlásokat, postai ügyintézést, aztán gyógyszerkiváltást, gyógyszerfeliratást, ezt mind-mind egy szépen koordináló rendszerben összeszedte, és ezt végigvitte, akár az ellátottjaink esetében, akár pedig a 115 ember közül, akik jeleztek problémát. De azért azt hozzátenném, hogy ez mindig változó létszám volt, a külsős létszám, hiszen folyamatosan lehetett segítséget kérni. Ezeket a jó gyakorlatokat, a stratégia lényegi elemeit szedték össze egy pályázatban, és nyújtotta be Tamási Város Önkormányzata a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségéhez. Az is nagyon fontos volt, hogy ezt milyen anyagi háttérrel, vagy miből tudjuk finanszírozni. És szerencsésnek mondhatom a helyzetünket, mert úgymond a szerencsétlenségben a szerencse, hogy volt egy éves költségvetési tervünk, de mivel, hogy sok szolgáltatásunk szüneteltettünk, illetve teljesen más formába tudtunk nyújtani, mint ahogy az addig megszokott volt, így több olyan forrás is úgymond megmaradt, amit arra tudtunk fordítani, hogy a bajba jutott embereken segítsünk. Így gyakorlatilag saját erőforrásainkat mozgósítottuk, és így nem volt szükség plusz keret megnyitására vagy lekérésére. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége megtartotta helyszíni szemléjét a Tamási Szociális Központban, ezután döntenek a szakemberek, hogy az országos szinten kiválasztott legjobb 6 közül melyik programot tartják a legkiválóbbnak. Az idős ellátás jó gyakorlat után pedig már is a zenéje a főszerep. Országos program sorozatnak adott otthont a Tamási Túrmezei Erzsébet rendezvénytér. A készülődés már napokkal előbb megkezdődött, hogy egy fergeteges estén szórakozhassanak a helyiek és a környékbeliek. A koncertek mellett artisták is szerepet kaptak az esti programon, amikor szinte mozdulni nem lehetett a Művelődési Ház környékén, de nézzük pontosan, mi is történt. Csak nem 130 állomás, rendezvényenként 2 előadó. Ez az őszi Hacacáré, melynek egyik helyszíne a hétvégén Tamási volt, ahol nem maradt el a koncertélmény, mesélte a Művelődési Ház igazgatója. Az ország számos pontján zajlanak különböző nagyságrendű koncertek, a kisebb településeken nyilván kisebb horderejűek, és ahogy nőnek a települések, egyre nagyobbak. Ez azért is érdekes, mert egyébként Tamási nem nagy város, mégis nagyon nagy örömünkre ide az egyik legnagyobb színpad és legnagyobb koncert került, méghozzá a Tankcsapda és előtte a Dinamit együttes koncertje. Egyébként ez tervbe is volt, és azt gondolom, hogy soha nem jöhetett volna jobbkor ez a koncert, mint most, hiszen az év során, amiután már nyithatott a Művelődési Központ és rendezhettünk programokat, számos koncert bonyolódott le itt a téren, különböző műfajokba, de az igazi, őszinte kőkemény rockzene az váratott magára, így aztán nagyon örülünk, hogy ez is eljött a mai napon. A koronavírus számos olyan dolgot elvett tőlünk az elmúlt időszakban, ami addig az életünk részét képezte, a közösségben eltöltött időt, a szórakozás lehetőségét. Az őszi Hacacáré programsorozat lehetőséget ad a közösségi élet újraindítására, ami Tamásnak is fontos volt, tudtuk meg a város alpolgármesterétől. Lobbiztunk nem keveset azért, hogy ez az országos őszi Hacacáré nevezetű programsorozat, ami a turisztikai ügynökség kereszt szervezésében az ország számos pontján, gyakorlatilag augusztus végétől egészen október végéig programokat szervez. Pontosan azért, hogy kicsit megünnepeljük, hogy azon a már elnézést, de fránya időszakon túl vagyunk, és hála Istennek örömmel mondhatjuk, hogy Tamás is ebben a programsorozatban részt vett, ráadásul nem is akármilyen programmal, mert arra is büszkék lehetünk, hogy most egy olyan helyen adok riportot, ahol kiben nyitogatják az ajtót, és éppen a Dinamit zenekar
úgymond előzenekarként, bár önmagában is egy főzenekarként is megállna a helyét, a tankcsapda előtti felvezetést éppen zajlik, úgyhogy nagy büszkesége számunkra, hogy egy ilyen érdekes vasárnap estét tudunk a város életébe hozni, hiszen egy hatalmas színpad, hatalmas zenekarok, és ahogy nézem, bár még a program elején vagyunk, szerintem hatalmas tömeg. És az időjárás is jó, nem esik az eső, talán annyira nincs is hideg, mint mondjuk a napokban volt, ugye minden adott ahhoz, hogy a hatacári igazi hatacári legyen. Az őszi hatacári programsorozat tamási rendezvényére Süli János, a Paksi atomerőmű bővítésért felelős tárcanélküli miniszter, Tolna megye 3. számú választókerületének országgyűlési képviselőjésé ellátogatott, aki elárulta, milyen céllal hívta életre a kormány ezt a programsorozatot. Kettős célja volt. Egyik, hogy a zenekaroknak is ínséges idejük volt az elmúlt időszakban, tehát sok koncert elmaradt, sok rendezvényt nem tudtak megtartani. Ugyanez volt a lakosság esetében is, hogy ilyen élményt, közösségi élményt nem nagyon tudtunk együtt átélni, ami koncertekről, de akár csak egy nagyobb vállalati rendezvényről is szólt, és akkor azért nagyon fontos volt, hogy ezeket a kormány támogatta, és a turisztikai ügynökség keretében akkor ez a támogatások meg is történtek, ennek is kézzelfogható jele ma esti rendezvény, sokan vannak. Koncertek nem arról szólnak, hogy csak zeneélmény, hanem barátságok, egy kis ital, és akkor jó érezzük magunkat együtt. Ezek komoly koncertek, és akkor mégiscsak ide is kb. 1000 ember fog tudni bejutni a térre. Hát egy másik 1000 fő meg, ez a kerítés jelképes, csak ugye a szabályok betartása, a Covid igazolvány létszám, a katasztrófa védelemtől rendőrség azért megköti, hogy milyen keretek közt lehet egy adott térbe lenni, és ezeket jó is betartjuk. Alapvetően nem vagyok egy nagy zenefaló, a családban ez a nejemnek a dolga, tehát a jó zenét, meg a jó hangulatot, meg mellette a kollégákkal, barátokkal, ahogy én is megszoktam inni, akkor olyankor egy-két sört, fafázunk egy kis pálinkát is. Tehát ez része az az életünknek, csak mondjuk én nem tudnám lekottázni, amit hallok. Nem még arra is képes volna. Az 1979-ben alakult rockbanda a Dinamit, amely az évek folyamán számos felállásban szórakoztatta már a rajongókat, nem okozott csalódást a tamási közönségnek. Övék volt elsőként a hatacári színpada. A rendezvény nem csak a tamásiakat és a környékbelieket vonzotta ki a térre, sokan voltak, akik vidékről érkeztek a koncertekre. Amíg megtörtént a színpadon az átállás, addig gólyalábasok, tűzzsonglőrök szórakoztatták a nagy érdeműt. Maradjunk annyi, hogy ma este itt legyünk inkább együtt. Szevasztok, ez itt a tankcsapda Debrecenből, szevasztok! A nemrégiben Millenniumi díjjal jutalmazott zenekar, akik tudatos szellemi alkotás kezelők, több védjeggyel is rendelkeznek, valamint profin kezelik a szerzői jogokat. A formáció a tankcsapda, akikre nagy tömeg volt kíváncsi Tamásiban, még annak ellenére is, hogy a koncert vasárnap volt. Az őszi hatacári tamási programja elérte a kitűzött célt. A rendezvénytéren felállított színpad előtt és környékén mindenki jól érezte magát. A művészet egy másik ágával folytatjuk is mai műsorunkat. 50x70 cm, ez volt az a méret, amit festékkel kellett kitölteniük az amatőr festőknek Tamásiban. Az alkotások között vannak tájatábrázolóak, volt olyan, aki egy utcarészletet elevenített meg, de felelhető közöttük életfa is. Hogy milyen alkalomhoz csatlakoztak azok, akik a Tamási Művelődési Központban ecsetet ragadtak, pillanatokon belül kiderül. Hazánkban 2002 óta, október 18-án rendszeresen megünneplik a Magyar Festészet Napját. Szent Lukács névnapjához kötötték, aki évszázadok óta a festők védőszentje. Ilyenkor arra kérik a szakma művelőit, a művészettörténészeket és mindenki mást, akinek kedves a festészet, támogassák a kezdeményezést, hogy minél szélesebb körhöz eljusson ez a művészeti ág. Tamási már hosszú évek óta csatlakozik a kezdeményezéshez. Mi 14-ben csatlakoztunk hozzá, és azóta rendszeresen mi is megtartjuk az október 18-ához eső legközelebbi szombaton ezt a rendezvényt, hogy mi hívunk ide itt festeni kívánó embereket, gyerekeket,
itt egy időben, egy térben fest mindenki. Készítettünk annó nagy festőállványokat, mert korábban sokkal nagyobb vásznakat biztosítottunk az alkotóknak. Most ez egy picit változott, most kisebb méretű képeket készíthetnek. Volt, akiket megijesztett ez az 1 méter x 1,40-es méret, úgyhogy most egy picit barátságosabb ez az 50x70-es. De hát ezen is elég sokat lehet dolgozni. Kezdetekben mindig valami Tamásihoz kapcsolódó téma volt. Legelőször Tamási régi képeslapokon, úgyhogy ezeket nyomtattuk ki, és közülük lehetett választani. Aztán volt Tamási város része. Most eltértünk, nincsen téma. Most a címe az, hogy Szabadban, Szabadon. Senki sem választotta, hogy kimenjen a Szabadba, itt bent kellemesebb a fűtött teremben, de a témaválasztás az teljesen szabad. A festőknek csak az ecsetet kell magukkal vinniük. A vizes bázisú falfestéket és a hozzá színező pasztát a szervezők biztosították. Azonban, ha valaki másfajta festékkel szeretett volna dolgozni, arra is volt lehetőségük. A Würz Ádám általános iskola képzőművész tagozatának diákjai közül sokan érkeztek, de rajtuk kívül vidéki résztvevői is voltak az eseménynek. Volt egy elképzelésem, hogy szeretnék megtanulni festeni, és kerestem az alkalmat, és nagyon örültem, hogy ilyen közel, ugye nem messze van Dombóvár, ilyen közel találtam egy alkalmat. Egy tavi tájkép lesz. Szeretem a kéket meg a zöldet, és úgy gondoltam, hogy ezekből a színekből fogom összeállítani az első képemet. Olyan is akadt, aki csak hosszas gondolkodás után szánta rá végül magát arra, hogy a délelőtt főszereplője a festészet legyen. Így hezitáltam, hogy egyáltalán belefér-e az időmbe, hogy el tudok-e jönni, és akkor az utolsó pillanatban, sőt határidőn túl így kérdeztem Marcsit, hogy eljöhetek-e még, mert akkor úgy gondoltam, hogy ezt a hétvégét így magamra szárnom, és egy kicsit így alkothatok. Ilyen faros lemezben én nem szoktam dolgozni, én is így ismerkedem ezzel a vizes bázisú festékkel. Sokan voltak olyan felnőttek is, akik elsőként álltak festőállvány elé, ecsettel a kezükben, amennyiben valaki úgy érezte, hogy könnyebben megbirkózik a feladat súlyával, ha ketten dolgozhatnak az alkotáson, arra is volt lehetőség. Voltak, akik egy videóban megtetszett tájat vittek fel a faros lemezre, és kamerán kívül azt is elárulták, hogy nem ez az utolsó alkalom, hogy alkotásra adták a fejüket. A Tamásiban rendezett festészet napján megkapták azt a löketet, ami többször arra fogja őket sarkalni, hogy a megálmodott tájat le is fessék. Az amatőr festők által készített alkotások a Művelődési Ház folyosó galériáján megtekinthetőek. Köszönöm figyelmüket, a viszontlátásra!